Sziasztok! Elég rég nem készült videó. Hát az igazság, hogy nem is nagyon volt idejem vele foglalkozni, mert fauliázunk, eléggé leköt, de most úgy gondoltam, hogy csinálok egy kis videót, úgyhogy most van az a nap, hogy adjuk el a méhpaketeket. Már is mutatom nektek, hogy milyen dobozba szedjük bele, meg hogy hogy is működik az egésznek az eladása. És ilyen dobozok vannak. Négy keret megy bele. És az anya. Már kiszedtem itten 11 darabot, ha jól számolom. Igen, 11, még a hátsó kettő az üres. Meg még itten van egy néhány. Úgyhogy összesen lesz 20, körülbelül 22 darabot fogok eladni, 22 családot. Na de majd fogom nektek mindjárt mutatni, hogy is szedődik ki az egész, meg az egész folyamatát. Sziasztok! Elértünk ahhoz, hogy eladjuk a családokat. Négy keretes magukban viszik őket, dobozba szedjük, hogy lényegében az történik, hogy elveszek négy keretet és az anyát. Úgyhogy én nekem itt marad anya nélkül, aki esetleg nem tudja, hogy mi az a királynő. Úgyhogy nevelek bele új anyát. Na de nézzük a folyamatot, hogy is működik ez a dolog. Így néznek ki a keretek. Itt lássátok benne a méheket. Na mindjárt fogom keresni az anyát. Akkor kezdjük. Először is egy kis füst kell nekik. Kicsit lenyugszanak tőle. És akkor elkezdem keresni rajta az anyát. Hol is lehet az anya? Többnyire mindig meg van jelölve. Nagyon szép híjas keret. Van felül egy jó adag mézkoszorú rajta. Nagyon szép. De ezen az anyát nem látom. Van nekem egy ilyen kis keretem, ahol bele szoktam pakolni, amelyik vizsgálom őket. Ezen sincs. Ez is nagyon jó keret. Itt van az anya, nincsen megjelölve, nem tudom mennyire lehet látni, kicsit közelebb viszem nektek a kamerához. Itt már az kell, a kis ujjommal próbálom mutatni. Szép anya van benne, úgyhogy ezt ott teszem oldalra. És van itt nekünk egy ilyen kis doboz,
amiben belepakoljuk. Csak egy kicsit kényelmetlen egy kézzel mindent csinálni. Na, rendben. Úgyhogy ezek a keretek, amelyeket jónak találom, nagyon szép fias, ezek mennek bele a dobozba. Láttam még szépnek. Igen. Így. No. Ugye ezen a kereten van rajta az anya. Ez a keret, ez inkább nyitott fias, úgyhogy megkeresem még egyszer rajta az anyát, itt van. Szépen megpróbálom levenni, csak egy kicsit elbújt. Így, és rátesszük a fias keretre, a fele fiasra. És keresek hozzá még egy olyan keretet, ami jól le van fedve. Fordítom a kamerát. Így. Na, még van ott nekünk három keretünk, amit nem néztem át. Keresek hozzá még egy olyat, ami viszonylag jól van fedve. Hát, ettől jobb már nem lesz. Ennyiből áll a családok eladása. Kiveszünk négy keretet, négy fias keretet lehet előtt, amit adott. Dobozba rakjuk, felveszünk az anyát, bezárom. Már csak a dobozt záródik be. Van egy ilyen kis fedél. És rájuk végül a nevet, hogy ki adta el. És azt is ráírom, hogy hányas kaptárnyal. Lényegében ennyi a folyamat. És végül még annyit, hogy ugye ez a család 8 kereten volt. Ilyenkor átállítom ezt a kis jelzést egy 4-esre. És itten feltüntettem azt, hogy nincs anya. Úgyhogy körülbelül egy hónapon belül, ha minden jól megy, új anyának kell benne, hogy legyen.